Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Miután húsvét vasárnap reggel Jézus föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek végül megjelent Jézus a 11 apostolnak, amikor éppen asztalnál ültek. Hit, szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt föltámadása után. Aztán így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testérek, igen meglepi az embert, az, hogy Jézus Krisztus ilyen szemrehányással illeti az apostolokat, mivel hogy vádolja őket hitetlenséggel, mégpedig kemény szívűségük miatt. Valóban hitetlenek lettek volna, vagy hazuknak tartották volna Mária Magdolnát és a társaikat? Ilyen vált sohasem merült föl a 12 között, főként nem egymás iránt. Most viszont mégsem fogadják el az általuk hozott jó hírt, mesterük föltámadt és él. Úgy gondolom, hogyha bármiféle más hírrel érkeztek volna, készséggel elfogadták volna a szavukat. De ez a hír meghaladta az értelmüket. Valóban kemény szívűek, azaz nem eléggé képlékenyek még a természet fölötti elfogadására. Ha ez így van, akkor vészegy gondolatok támadhatnak az ember fejében, ilyenek. Ha most hitetlenek, milyenek voltak akkor, amikor az Úr Jézus arról beszélt, hogy ő az élet kenyere. Amikor sokan hátat fordítottak az úrnak, Péter viszont így válaszolt, Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Talán nem volt igaz, hogy ők hisznek. És ugyanígy fölvetődik az utolsó vacsora kérdése is. Ez az én testem nyújtotta oda nekik az Úr Jézusa kenyeret, és ezt nem hitték volna el, Szó sincs ilyesmiről. Csak hogy nagy különbség van a két eset között. Kafarnomban és az utolsó vacsorán is az Úr Jézus szájából hangzottak el azok a szavak, amikre ők hittel válaszoltak. A föltámadáskor azonban egyszerű emberek beszéltek a természet fölötti dolgokról. Miért hitték volna el? Azt tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus szól vagy tanít, az olyan szabad, mint azok olyan szavak, amikből erő árad ki. Mint a gyógyításoknál is, hiszen aki hallgatta, vagy aki hozzáért Jézus Krisztushoz, azt tapasztalta, hogy erő árad belőle. Akik tehát először hallgatták a tanítását, azok nyilván nem tudták még ezt. Úgy tanít, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az, mint az írástudók jegyezték meg róla. Pontosan ez az erő és hatalom volt az, ami miatt az apostolok hittel fogadták el az Úr Jézus szavait. De ez még nem jelenti azt, hogy már egészen áthatotta volna őket a természet fölötti hit. Még nem szakadtak ki a lélekben ebből a világból, ezért hát rájuk a maga természetes félelmével és kilátástalanságával hat Jézus Krisztus halálának ténye. Pontosan azért van szükség az Úr Jézus 40 napos megjelenéseire, föltámadása után és oktatásaira, hogy egyre inkább természetes legyen számukra a természet fölötti, és ki tudjanak emelkedni ebből a merő evilágiságból. Ez és a megért, megkapott és megígért Szentlélek kiáradása változtatja majd őket igazán olyanokká, hogy otthonosan mozognak az Isten országában, és valóban, mint Isten gyermekei a természet fölötti világban. A húsvét szent ide, ideje a mi kemény szívűségünket is meg akarja változtatni, hogy mi is Isten gyermekeiként tudjunk hinni, beszélni és cselekedni is. Amen.